feladat. Most tényleg fél tőlem? Volt idő, amikor... Tényleg? Tényleg. De miért? Láttam a riportokat, aztán összecsináltam magam. Lehet. Ismer engem? Család is ismerem. Jó napot! Az egyik legjobb roma gyerek. Meg semmilyen szervezetet nem kértem meg soha a tekintetben, hogy engem védjenek meg a cigány szótól. Hát úgy beszélünk a cigány szóról, mint a repláról. De gyerekek, akit a börtönbe bekerül, az meg... Ez ilyen egyszerű. És ez kell egy pasinak. Mindenki letagadja el egyébként. Elmondja nekem azt, hogy amikor felhívtam telefonon első körben, és beszéltünk, és mondtam, hogy a privát szférájába szeretnék belelátni, akkor miért vállalta el? Hát bevallom, őszinte leszek most. Amikor láttam a műsort, az első műsort, már nem tudom, kivel láttam, talán a Ferit néztem meg, a Gyurcsányt, akkor irigykedtem, hogy a büdös francba, hogy én ilyenben nem szerepelek. Mindig valami hülyeségre hívnak, ahol... Olykor-olykor irányított szövegkörnyezetbe, szabályozott környezetbe, és igazából nem tudom megmutatni, hogy én is félsüködök, nekem is vannak igényeim, nekem is vannak problémáim és nehézségeim, és ezekről szerettem volna, hogyha az emberek megértik, hogy egy cigánynak ugyanazok a problémák, ugyanazok a jó dolgok történnek vele. És ezt szerettem volna, vagy szeretném megmutatni. És ezért mondtam igen. Tehát kicsit először azt hittem, hogy blöffölnek, hogy bevisznek a málnásba, mert volt ilyen már. Nem lehet nem észrevenni. Már mit? A táskámat? Megöhönt és a zöld ingét. Üdvözlöm. Végre személyesen. Igen. Már mióta akartam önnel forgatni, látja? Aztán ideig. És a végén ideig. Igen. Össze, igen. Beül mellém? Igen. A cucca nem fér el, de egyébként... Hoztam. Cserdi cuccokat, azért vagyok így meg. Cserdi cuccokat? Mire hoztam? Paradicsomot, lecsót. Ha megbízik bennem és rám bízza saját magát, akkor talán odaérem, de persze nem biztos. Nincsen más választásom. Egy egyszerű C vagyok, aki össze-vissza beszél olykor. Egyszerű C? Ezt még nem hallottam. C? Hát én a cigányokat. Most már nem tudtam. Roma cigányig eljutottam, a cég nem. De hogyha mondja, hát cigónak is nevezem. Cigó. Nem? Abszolút. Rétinéger. Tinginéger, Jézusom. De ön... Brazilgépsor. Mit? Egyre durvább. Újsvéd. Újsvéd? Na jó. De egyébként olyan érdekes az ön szájából, ez olyan jól hangzik, de ha én mondanám... A rendszerváltás söpredéke lett ez a szó, a roma szó. Uh-huh. Én nem is hallottam. Söpredéke, ezt a szót használtam? Tényleg? Abszolút. Igen. Mert ha belegondolunk, ha 100 tagút átneveznék 100 tagú roma zenekarnak, uh-huh. Szerintem a világ összeomlana. Eret vágnál a magukon valószínűleg. Na, és akkor utána PC, meg mindenféle hülyeséget fölveszünk csak azért, mert pejoratívvá tettük ezt a szót, és a pejoratívvá kitette ezt a szót. Van egy nagy közeg, aki ellenállást mutat ebben a kérdésben, és van a budapesti értelmiségi, cigány értelmiségi, aki kikéri magának az én nevemben is, még nem oltalmaztam fel, és nem szóltam meg, hogy védjen meg engem. Meg semmilyen szervezetet nem kértem meg soha a tekintetben, hogy engem védjenek meg a cigány szótól. Hát úgy beszélünk a cigány szóról, mint a repláról. Értem. Bocs, az ember itt dumál a GPS-be, de tényleg ezt érzi, hogy ezt egy budapesti értelmiségi réteg tolja? Abszolút. Igen? Abszolút. Oda megyünk ma. Oda megyünk ma? Oda hát megyünk akkor... ma, és szerintem tiszta gizda lesz velem mindenki. Tényleg? Úgy le fognak torkolni. Nem csibik? Á. Mert? Hát mert azt mondják szerint, amit én hallok vissza. Persze ezek nem alaptalanok. Az ő szavaik egyébként. Azt, hogy én annyit ártok, mint a vona. És én... A vonához hasonlítják? Ja, mert... szerint. Hát mert, hogy én azzal a megnyilvánulásaimmal, amiket szoktam úgy néha kirohanni, hogy gyerekeket elviszek a börtönbe, lányokat a szülőszoba helyett az egyetemre. Igen. Ezek ilyen nagyon narcisztikusan náci propaganda anyagoknak tűnnek az ő lelkülöttükben. De mi szúrja igazán a szemüket? Alapvetően szerintem csak az a bajuk, hogy volt időszak, amikor ők folytak a csapból, és most meg a cigánygyerek Cserdiből foly a csapból. Szoktam mondani, nekem lassan már nem a
a magyar gárdától kell félni, hanem a cigány értelmiségének annak vonalától, aki annyira szabad elvűvé vált a rendszerbe, hogy csak én nem lehetek abban a rendszerbe képes és beférő, de mindenki más, aki... Aki cigány ember maga? Tehát, hogy azt igen. Úgy érzi? Igen. Nagyon bízom benne, hogy jól fel tudom majd tuningolni a vágyaikat ma. Lehet. Ismer engem? Magát is ismered. Jó napot! Az egyik legjobb roma gyerek. Tiszteletem, Bogdán László. De akkor most miért vagyunk letiltva? Már nem. Nem szabad lenne az udvarba, de ja. Maguknak lehet. Maguknak? Na. Ha engem kirúgnak, akkor is. Hala, nem viktorista. Hallottam el kifejezést? Viktorista. Viktoriánust, igen. De a viktorista az már más kérdés. De szilán kerül a szemébe, azt is mondták, úgyhogy hát, még jó, hogy nem Viktor vagyok. Na, meg látja, hogy... Pedig cigány. Meg látja, hogy kedvükre valók vagyunk, mert hogyha igen. Nem, akkor rosszul jártunk volna. Igen, simán ki az udvarból. De volt olyan már, ahol nem azt mondom, hogy bántalmazták, de befenyegették, megfenyegették. Kemény szavakkal illették? Rengeteg ilyen hely tényleg? Van. Mert... Rengeteg ilyen hely van. Voltam a golyókkal is melúztam, kellemes csalódás volt nekem, de voltam ilyen skinheadekkel, skinheadeknél is voltam. Ott volt néha kellemetlen szitu, de jól tudtam kezelni. Azt mondtam nekik, mielőtt el akartok verni, hallgassátok meg, hogy mit mondok, és ha végeztem, lefekszek, és bárki belém törölheti a cipőjét. Aztán mit történt? Hát semmi, elszégyelték magukat. Jó napot! Tiszteletem! Jó napot! Bogdán László. Bogdán László. Bogdán László. Jó napot! Teljesen más. Nem tudom a szerelését szó nélkül. Turis. Milyen? Turkálóba járok. Turis? Aha. Ez nem a jó? Cipő is? Persze. Na, de várjon már, mire számít ma itt? Tehát mi fog történni? Miért hát úgy tudom, hogy nem szeretnek. Nem. És tulajdonképpen... Valószínű, hogy azt várják, hogy én megmagyarázzam azt, amit én képviselek, ilyen számon kérő. Az egész stílus a... Bocsánatot kérek. Szia. Semmi baj. Jó napot kívánok, bocsánat. Péter Fridit, jó napot kívánok. Szerintem őre vár a terep, nem? Igen, nem tudom. De majd meglátjuk. Hogy az a tisztelet, amit meg kell adnunk egy embernek, az hogyan jön vissza abban a polgármesteri modellben, mondjuk amelyik lustának tartja a cigányokat, és azt mondja, hogy majd én megtanítalak, amelyik azt mondja, hogy tele van veletek a börtön, és nem lehet azt mondani, hogy nincs egy cigánybűnözés, de én majd megmutatom nektek a helyes utat. Ami nagyon fontos lenne ebben a mai beszélgetésben, hogy ne modellezzük egymást, és ne próbáljunk címkét ragasztani egymásra, mert azt mindenki tud, abban mindenki világszínvonalú. Három börtönben dolgozok, és basszus, mindegyikben csak cigánnyal találkoztam. Nem a Bogdán László tevékenységét kell kimesterezni, meg kiecsetelni, meg hogy mit üzenek én. Van itt egy probléma, amit úgy hívnak, hogy Jobbik, van itt egy probléma, amit úgy jönnek, hogy Farkas Flórián, és van itt még egy probléma, a kormányzati impotencia cigány kérdésben. Hol vagyok én ezekhez? Azzal, hogy embereknek azt akarom, hogy ne kerüljenek börtönbe, és ne intézzék el őket 15 évesen, 16 évesen. Ne legyenek hordalékok. A cigány társadalomnak az értelmiségi rétege irtózik attól, hogyha velem beszélni kell, mert én együgyű, primitív, és hát az éles kanyart is úgy tudom bevenni, hogy szólnak, hogy kanyar jön. Azért, mert megmerem mondani azokat a dolgokat, ami 9 millió fehér arcú emberben uralkodik. Ott jön, Bor. Na milyen meccsen járt? Egyébként jó reggel. Voltam mindig. Jó reggelt. Milyen volt? Reálos. Reálos? Voltam. És hogy lett milános? Hát az apám miatt, apám nagyon Milan Drucker volt, de én mindig belül jó, milyen reálos volt. Voltam is a stadionban, de meg sem tudtam bemenni, mert olyan pénzt kértek, hogy... Azt inkább nem maradjon. Hoztam valamit. Nekem? Aha. Hát csak azért, mert hogy így
Üres kézzel nem illik jönni, főleg akkor, amikor az ember kap is valamit. Házi készítés, én csináltam. Köszönöm szépen. Ezt én is én készültem. Tényleg? Persze. De nem azért hoztam, hogy ön is készüljön. Csak jó, én akkor, főztem és gondoltam. De az nem volna túl elegáns. De én a múltkor kaptam paprikát, igen. Meg lecsót is. Na de én is készültem. Várjon, adunk egy mikrofont. Őszintén mondom, azt hittem, hogy majd a skinheadek fognak egyszer jó elpofozni. Na, és nem? A cigányok előbb. A cigányok előbb verik meg? Az anyjuk hittem. És ez komoly? Te nem is komoly. Akarom elhinni. De most miért blöfölnék? Kivel kéne blöföljek? Mindig úgy megnevetted. Nem ez a cél, inkább csak őszinte vagyok. Nem ez a cél. Hellosztok. Hello. Jó reggelt, sziasztok. Hú. Nem számítottunk ilyen nagy küldöttségre. Ja, tehát én közben melózok. Ő egy nagyon különleges helyzetű magyar ember, aki hátrányos helyzetű javítóintézetekből, intézetekből hozza ki a gyerekeket és neveli őket. És én nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon értékelem, és én fontosnak tartom azt, hogy amin van, abból egy picit neki is tudjak adni. Arra vágyom, hogy a gyerekek mit gondolnak arról a helyzetről, hogy ezt mondtam, hogy bárki jöhet ide, és ebből kifolyólag óriási port kavartam, szóval tényleg ott tartunk, hogy lassan egyedül veszélyes lesz az utcára mennem, már mi nem Cserdibe, de egyébként a fenyegetések, a durvaság nagyon megjelent körülöttem, és kíváncsi vagyok, hogy a gyerekek ugyanilyen durván élik meg ezt a történetet, mint amilyen durván élik meg a közéletben az emberek. Te kinek szurkolsz, elmondod? Messinek. Messinek? Ide leülhetek? Nem zavar téged? Nagyon menő a sérod. Bemutatkoztok nekem? Mondnak köszönöm feladat. Hello, Péter Fiudit. Bogdán Ricardo. Hello, Ricardo, Péter Fiudit. Mindenki Bogdán egyébként. Bogdán a köbön a köbbel. Kérhetem tőletek, hogy írjátok le, hogy mi a véleményetek arra a történetről, hogy bejelentettem a Hír TV szabad fogásban, hogy bármikor jöhetnek ide migráns gyerekek? Leírjátok nekem, és utána felolvassuk egyesével? Ez az. Hogy neki, jó. Király! Na, akkor Béla, bejöttök egy picit, beszélhetek veletek? Leülhetek ide? Abszolút. Én a balassagyarmati börtönnek szoktam segíteni. Meg szokott kérni a parancsnok úr, és akkor bejárok segíteni nekik, és akkor beszélek azokkal az elítéltekkel, akik kőkeményen valami bűnt követtek el. És akkor nagyon arcspirituálisan és arcba vágóan elmondom, hogy mit csinálnak, és hogy milyen esélyeik vannak, ha kijönnek. Most nem akartalak ám benneteket lerongyítani lelkileg, de gyerekek, akit a börtönbe bekerül, azt meg ez ilyen egyszerű. És ez kell egy pasinak. Szerintem nem. Szerintem egyáltalán nincs erre szükség. Talán arra van szükség, hogy a közélet úgy élje meg a napjaidat, a te napjaidat, hogy igen, hát ez egy jó ember. Milyen pali volt benne a gyárban, mint főnök, hogy egy maximalista őrült. Tehát a frankóban mondom, és ezt megköveteltem mindenkitől. Abban segítsünk az embereknek megérteni, ugye, hogy az utcán dolgozott csikket meg szemetet szedett, igen, ugye? Igen. És így igen. Mindig rákontrázik. Na, jó van, valaki ez az igazság, igen, hogy ő is felszedi, a mai napig felszedi. A mai napig felszedi. Szóval, hogy igazából ilyen helyzetből és ilyen pozícióból kezdte, utána pedig azt mondták, vagy látták, hogy dolgozik, és úgy került a gyárba. Aztán, ugye, lett gyárigazgató, termelés. Termésigazgató lettem. Nekem az általános iskolai végzettségem nagyon alacsony, nagyon mélyen van, és hát de tényleg nagyon. Néha ciki is, mikor voltam egy egyetemen előadni, és rohadtul lecsesztek. Nehogy már te pofázzál itt nekem a három iskoláddal. És számon kért, hogy miért csak ennyi van. Én meg őt kértem számon, hogy milyen bugyit visel. De ez egyébként milyen séropánk? Hogy mi ez most milyen? Ezt még nem tudjuk bazonosítani. De tényleg, most milyen ez? Mert olyan, mintha kinézne az Intercity-n. Talacinak az a megnyilvánulása, hogy ő fogadna be a faluba menekült gyerekeket, akik ismerik régebből, tehát mint dolgozói voltak, nem nagyon sokkal beszélgettem, és nincs elítélés, tehát nem ítélik el. Nem vagyok köcsög ez miatt szerinted? Nem. Mindenkinek megjár egy esély.
vagy kettő. Interjúkat hallgattam folyamatosan önnel, és akkor mondta, hogy nyáron van olyan, amikor igenis a gyerekek kimennek, és 41 fokban kapálnak. És? Ültek önnel szemben, és akkor így megdöbbentem, atya úristen, hogy a gyerekeket is kiviszi és dolgoztatja. És akkor így látta a megrökönyödést, hogy ön ezt vállalja, valakik viszont ezt abszolút nem tartják jónak. Az a baj, hogy nem értik a helyzetet. Megint csak azt találják meg benne, hogy a gyerekeket kiviszi. Igen. És nem látják azt a pedagógiai módszert, hogy mennyivel jobb az iskolapadba ülni, mint 41 fokba kint a 62 fokos fóliába dolgozni. Jó dolog ez, hogy van ez a fólia, jó dolog az, hogy elmehetsz oda, de neked nem ott a helyed. Igen. Neked a helyed az iskolapadban van, nem a börtönben, nem a javítóintézetben, nem a plázákban. A végére tök jó beszélgetések folynak. Tök jó lesz belőle. Egy-két órára gondolok ám. Nem kell azt gondolni, 8 órát kín vagyunk. Egy-másfél órát kín vagyunk, és... Igen, egy ilyen radikális oktatóeszköz. Radikális? Igen, de hatásos egyébként. Hatásos. Segített? Késsel, csak alányúlni picit, levegőztetni. Levegőztetni kell alulról. Üsse meg az olyat, jó erősen. Levegő. Mi az, hogy levegő? Hát így nem, mert késsel. Nem tudom. Jó, én nem kap levegőt, na jó. Na. Ó, na. Hasszus. Megizzasztottam, na. Ajára. Te arról beszéltünk, hogy mi a véleményetek arról, hogy olyan gyerekeket fogadni vagyunk készek, fogadni akarok, akik háborús zónából menekülnek el. És a magyar közélet ezt nagyon nehezményezi, és nagyon csúnya kommentekkel illet minket, konkrétan Cserdit és engem. Dani, neked mi erről? Mit írtál? Mit gondolsz erről? Felolvasod nekünk, lengyelen kedves? Szerintem a polgármester úr jól tette, hogy befogadja a migráns gyerekeket. Mert ha én lennék ilyen helyzetben, nekem is jól esne, ha lenne a fejem felettető. Köszi. Tényleg így gondolod egyébként? Igen. Nem gizdázol velem? Nem. Jó. Hát te vagyok. Hát én szeretném, hogyha a migránsokat, azokat a gyerekeket, akiknek nincsen lakájuk, befogadnak. Mert hát szerintem mi is lehetnénk ugyanabban a szituban. Mivel ők is olyan átlagosak. Miben? Szitu. Abban a szituban. Én értem. Mit mondtál utána? Bocsánat. Mivel ők is olyan átlagosak, meg persze, hogy az mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, az a lényeg, hogy legyen, hol élhessenek, és tudjanak étkezni, meg persze tisztálkodni. És nekem az a véleményem, hogy fogadjuk be őket. És ki vagy te, hogy ezt mondod? Egy gyerek. Egy gyerek. A jóságért kell ma felelnem. Képzelje azt el. Nem akarom. Nem hiszem el. De ez így van. Nekem a jóságért el kell viselnem, hogy leköpnek, el kell viselnem, hogy hátulról rugdosnak, el kell viselnem, hogy a zebrán leterrorizálnak, és úgy kell mennem a járdán, hogy hátra kell nézni. De én ezt nem akarom elérni egy ilyen országban. De én... Nem tudom. Tehát, hogy hátulról, azért, mert cigány, azért, mert elmondja a véleményét. Tudja, hogy mit fognak gondolni majd? Akik most nézik ezt a műsort majd, hogy akarom magam sajnáltatni. Aha. Tudja, milyen nehéz kérfikén megélni azt, hogy hátulról kap valaki? És tudja, milyen az, amikor beletaposnak az ember lelkébe, és... És a nincstelenség és a tehetetlenség így lebeg a lelkébe az embernek. Érti ezt? Nem, mert soha nem voltam ilyen helyzetben, és nem akarom elhinni, hogy olyan emberek vannak, akik ezt megteszik. Azt hiszi könnyű ezt kezelni, hogy megrúgják az embert. Nem, mert soha nem voltam ilyen. Leköpnek? Nem, esküszöm, ilyenkor én szégyellem magam azt, hogy van ilyen. De nem haragszom ezért. De hogy lehet nem haragudni? Hogy lehet ezt úgy kezelni? Mi változik, ha haragszom? Nem, semmi. És bennem is az volt először, hogy iszonyat haragot éreztem, amikor ezt elmesélted tegnap. Vagy azt, hogy megpróbálják elütni. Mondtam, hogy tessék. Hát én ezt nem hallottam, amikor a telefonban beszéltünk. És azt mondtam, hogy megpróbálták elütni. És mondtam, hogy ilyen nincs.
Nem lehet, hogy ez, amiben élünk, ez a fajta környezet, az ezt váltja ki? Hogy ezt sugallja? Erősen kell tartanom magam, hogy ne sírjam el magam. Nem telik el úgy nap, hogy nem sírom el magam azóta. Nem azért, mert félek. Mert tehetetlen vagyok. De ön szerint azok az emberek, akik leköpték, ők nem szégyelik el magukat, ha most ezt megnézik? Hiszem. Vagy akik hátulról megrúgták, ők nem gondolják azt, hogy... Szóval, hogy így nem értem. Én mindig abban hittem, hogy a jó mindig győz. Nem lehet. Egy hosszú távon értékelik majd ezt, amit csinál. Nem azért csinálom. Ismered azt, hogy két cigány megy a sivatagba? Cigány nem olyan hű, hogy odáig menjen. Nem szeretne politikus lenni? Azért nem, mert nem tudok olyan jól hazudni, mint ők. Na, hát akkor itt élek. Oké. Okay. Csücs le. Csücs le? Jó. Kapucsinót úgy szereztem kölcsön, mert? Tudok csinálni kettőt. Azt is úgy kaptam. De most, de mi nem főz itthon? Hát, nagyon keveset. Van, ki főzzön önre, fogadjunk. Édesanyja, rokonok, barátok. Édesanyám. Ez a lecsó nagyon-nagyon rendben van, az anyukám csinálta. Jó. Nem sok tányérom van, az az igazság, hogy... Egy tányérból is lehetünk. Vettem, megtetszett, hogy ilyen nagy. Ezt drága volt. 3000 volt egy darab. Úristen, éhű, amikor megláttam. Vettem olyan papír szalvétát, ami több ezer forint volt, mert benéztem az árát. De ez még nem is volt használva. Még az ára is vettem. Ugye mondtam, hogy jó, de azt elmosom, hogy lehet. Jó, persze. Amikor elkezdték ezt a paprikázást, akkor miért gondolt, hogy a paprika az ilyen jó ötlet, meg egyébként, hogy lesz rá kereslet? Igazán nem gondoltam én semmi ilyesmit, hogy lesz rá kereslet, inkább csak azt szerettem volna elérni, hogy az emberek találjanak valami értelmesebbet annál, hogy ollóval vágjuk, hasra vágva a füvet. Mert igazándiból az csak pénzkidobás, és én arra törekedtem, hogy ezeket a kérdéseket valami értékteremtő, valami alkotót tudjunk felmutatni. És én szerintem ez jól sikerült. Ja, de nem titkolt cél volt az, hogy az emberek munkát kapjanak, hogy pénzhez jussanak, há, persze, hogy nem munkanélküli volt... segélyből vagy közmunkából éljenek, nem? Igen, ez volt a legfontosabb, hogy... Basszus, ebből eszközöm sincsen, ez gáz? Nem. Tök jó, hogy meghívott a lakásába egyébként, de... Összeszedem valahogyan, tényleg. De. Basszus, mi van akkor, hogyha kenyérrel tunkoljuk? Azt úgy kell, mert mi cigányok így csináljuk. Na. A hivatal az mennyit vesz ki az életéből, és a hivatali munka? Hát sokat, sokat. Szinte tulajdonképpen nincs is nagyon magánéletem. Én egy szétszórt élhetetlen alak vagyok szerintem, akivel nem lehet hosszú távon kibírni. Mm. És őszintén, tehát én csapongtam minden elér az eresz alatt. És ez nem fér bele a tisztességes... Tehát beszélsz a tisztességről, és te meg egy rakásszar vagy, ahogy viselkedsz, ahogy érsz valakivel mással. De miért beszél ilyen csúnyán magáról? Hát mert én megtehetem. Szapulja még saját magát is, azt mondja, hogy megérdemli, meg szaralak. Fejbe vágom. Térjük. De ne az új tányérra. Ne az új tányérra. Hányan élnek ma egyébként a paprikából itt? Cserdiben. Hányan élnek? Egyre kevesebben, és egyre több embert sikerült elhelyeznem a normál munkaerőpiacra. Ha most hirtelen össze kéne adni, akkor egy 3-4 tucatnyi ember fél év alatt eltávozott a közfogiból a normál munkaerőpiacra. Azért az nem rossz. Mondom, 2 évesek. Esküszöm, 2 éves gyerekek. Mind tartják itt a gyerekeket? Csak almalin van, meg kóla. Az jó? Jézus, nem, ráz a hideg, zsibbad a nyelvem. Osta! Hú, tényleg ilyet, ez az alap lecsolnöknél? Igen. Aha. Én nekem volt már olyan, hogy elszédültem. És az a cool, hogy elszédültem. De komolyan. Lecs,
Olyan is, hogy elájultam. Megtenni így körülvezeti itt a lakásába? Csak úgy megnézni. Igen. Ez a konyhám, ez a nappali, nem annyira gizda, szerintem olcsóság van. Minden turiba veszek, a ruháimat is, meg a bútorokat, bútorokat is. Most kivételesen nem, azokat a bútorokat vettem föl hitelt, és vettem egy új ágyat, meg gardrobot, mert annyi ruhám van, mint egy, Feren, ne mint egy csajnak. Be. Milyen képek vannak a falon? Hát, mindenféle kortárs képek. Szeretem őket. Ezt egy, nem tudom, hogy éles-e vagy sem, ezt egy bolhapiacon találtam. Pécset született, de itt nőtt fel. Igen. Most egy olyan házban lakik, ahol van víz, villany, fűtés. Igen. Milyen belakott? Kunyhóban nőttem fel. Kunyhóban? Uh-huh. 13 évesen volt meg az első cipőm. Ez a hálószobám. Wow. Egyébként az egyéniségét tükrözi. Mutassa a gardrobját. Az érdekel, mert imádja a ruhákat, azt láttam. Hát van egy kevés, de hát... Tehát szerintem minden pas. Én ezeket szeretem igazán, az ilyen különleges ingeket, de ezeket mindenki mindig röhög rajtam. Miért? Mert hogy bolond vagyok. Bolond? Hát azt mondják, hogy aki ilyeneket felhúz, vagy buzi, vagy hogy kell mondani, meleg, vagy őrült, vagy feltűnési... Viszketegségben szemmel. De én szeretem ezeket, tényleg szeretem őket. És, hát és ezeket vásárolja a turiban? Minden, ami itt van, minden turiból van, ezek is, amik itt vannak. Egyébként ezt a cserdi csodát, ezt máshol is meg tudta volna csinálni? Ez az nem ország... csoda. Ez nem csoda azt, hogy emberekben új igények merülnek fel. Van időszak, amik azt feltételezik, hogy kőkeményen, ilyen diktátor módon lehet ezt csak csinálni. A budapesti cigány értelmiség kislányai, azok azt gondolják, hogy csak így megy, hogyha letéped a torkát, megszokják az emberek. Ha folyton szorítod őket, megszokják, és ebből a szorításból utóbb előbb ki fognak törni. Egy dolog nagyon fontos, hogy kérd meg őket, mutass példát, és kövesd őket. Én cigánytelepen nőttem fel, és tényleg őszintén mondom, nem volt kiút. Tehát nem volt kérdés, hogy nem megyek el tyúkokért a nagyobb fiúkkal. Tényleg. És nagyon rágos volt a hús. Rosszul esett? Tudják, nem, mert másnap szégyeltük. Aha. Vagy amikor befordult a Lada a rendőrséggel. Hú, te jó Isten. Futottunk össze-vissza, mint egy indián rezervátum, úgy néztünk ki. A tollakat elástuk. Még a csontot is megettük olykor. Nem volt jó az a hús. Sokkal jobb most így élni, hogy az ember megtalálta azt a mesdjét, amit úgy hívnak, hogy tisztesség, és arról nem kellett érni. Jó napot! Szervusz! Juditnak hívnak, hello! Téged hogy hívnak? Szia! Téged hogy hívnak? Bogdan Ali Zoé. Zoénak? Szia, Zoé! Miről beszéltem a szabadfogásba? Nem szokta néztem? Nézni? Uh-huh. Tényleg? Kukának nevezett el. Kuka? Miért kuka, elmondod? Nem beszél? De beszél. Csak keveset. És a többiekhez képest kuka, mi? Akkor mehetünk tovább? Na gyere. Kinek a kia? Csak hogy tudjam. Az öcsém ott volt az autóval. Ja, értem. És akkor az ő kislánya, a Zoé. Szóval, hogy a politikai foglyokról is szó van itt. A melegekről, a cigányokról, és bárki. Egyébként én magam készítettem ezt. Már saját kezüleg? Saját kezüleg, igen, ezt a részét. Ekkor fogtam életemben először flexet, és baromi nehéz íveket flexel vágni. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen komoly feladat az. Aztán végül utána már mindenki beszállt a segítségbe, mindenki valamit csinált. Mi ez a döntés, amire már nem büszke? Őszintén szabad itt most beszélni? Hú, de nagyon durva van. Ezt hiszik az emberek, mert hogy elmebeteg vagyok. Komolyan. De miért? Hát mert... nem. Százat vertem magamra ostorral. Úgy, hogy az egész hátam szétrepett. De ez most hogy? Miért? Hát mert azt hittem, hogy bűnös vagyok. De miért?
Hát nem tudom, így éreztem. Acélhuzallal ütöttem szarrá a testemet. Én nem tudom, mi lehet ez az ok, ami ezt kiváltja. Szerintem nagy képüsködtem olyan emberekkel, akikkel nem kellett volna. Arcoskodtam olyan réteggel, akivel nem kellett volna. Emelt hangon beszéltem, csúnyán beszéltem. Elszállt? Hogy a viharban. A KMB-sünk van egy körzeti megbízott itt 3-4 településnek. Azt mondja, rossz hírt kell közölni. Úgy mondom, na, kitöltünk meg, vagy kitraboltunk ki. És azt mondja nekem, hogy lehet, hogy ti nálatok lesz a legkevesebb bűncselekmény a körzetben. Igen. Aha. Az mi? Mennyi volt és mennyi lett? Hát volt időszak, amikor most komolyan egy évben 6-800. Aha. És most? Akkor? Hát kb. 5-6 lehet. 5-6? 10-20 hónap alatt. Megkérte az embereket, hogy ne lopjanak? Hát a nagynénémet bevittem. Postamester eljött hozzánk. Igen. És hogy menjek be, nézzem már meg a videót, hogy fölismerem azt a nénit, aki ottan csencsel. És én meg, ha, ez a nagynéném! És akkor mindenki... Jó napot! Mindenki kibeszélt, hogy a polgármester elszólta magát. Nem elszóltam magát. Eső lesz! Hanem akkor... Csak be akartam bizonyítani, hogy hát ha ő, akkor ő. Aha. Nem válogathatok. Hát a rokonom attól még nem tagadhatom meg. De amit tett, azt nem simízhetem el. Legyetek szívesek bejönni. Hát akkor megyünk. Így kéred, akkor bemegyünk. Na, ez már szép volt. Anyuka, a szívinfarktust fog kapni? Szerintem igen, ilyen még sose volt. Na, hello anyám, itt van a tévé, ne izgulj. Jaj, nem. Most Pia, te? Miért nem csináltál rendet? Most főztél, akkor kínáld meg. De aranyos, hát mutatkozzam be Péter Judit. Megkóstolikadok egy vispörköltemet? Az is megkóstoljuk, egy falakot. Egy keveset. Mikor látom a tévében, nagyon büszke vagyok, büszke. És sírok, elsírom magamat. Büszke vagyok nagyon a fiamra, nagyon okot cigány ember. Nagyon. De az fontos kihangsúlyozni a cigány ember? Vagy hogy az, hogy cigányként érte el ezt, amit elér? Igen, igen, igen. Hánynak sikerült innen a faluból? Senkinek. Mi a jövő? Az persze érdekel, hogy mit gondol, hogy mi lesz vele? Mi lesz belőle? Mindig jobb lesz, mindig jobb lesz. Nem akarja, hogy politizáljon? De igen, akarom. Akarja? Igen, igen. Sok mindent változtathatna az országon? Hát, vagy a cigányságon? Igen, azokon is, igen. Miben? Hát, nagyon ideges vagyok. De cuki! Ne itt nekem dobog be. Dobogj szívem. Hát, dobogja az a dolga, nem? Inkább vegyünk? Igen. Jobban járunk. Ezeket kik írtánk? Helyi emberek. Uh-huh. Ez több mint 10 éves gyűjtemény. Ez több ezer papírból áll, és mindig aktuális témákat feszegetünk. Ez például az egyik az, hogy a telepen az igazságot kaszával szabtuk. Tehát, hogy nem kérdeztünk, hanem cselekedtünk, és mi a kezünkbe adott. Ezzel meg akartam világítani ezeket a problémákat bennük, amelyek létező problémák voltak. Uh-huh. Hogy előbb járt el a keze, mint a szája, és ennek nagyon komoly következményei voltak a faluban. Uh-huh. És akkor ezeket így kibeszéljük közösen. A címeket általában én választom. Mert egy csomószor láttam a Jobbikot feltüntetni. Hát igen, mert a Jobbikot nem szeretik. Ki nem szereti? A cigányok. Az itteni cigányok. Nagyon bízom benne, hogy nem lesz ennek az országnak egy olyan masírozós kormányzása. Egy nagyon egyszerű magyarázattal be is fejeztem a Jobbikot. Uh-huh. Dúró Dóra. 92 után születetteknek, akinek nincs 8 iskolája, nem szavazhat. Mennyi pénzből él? Olyan 100-120-ból. Hogyan lehet, ugye nagyon sok probléma szerintem nagyon-nagyon sok faluban, az Uzsora vidéken. Itt ezt hogyan lehetett kiszűrni? Nem volt könnyű, mert annak idején, amikor ez így megfogalmazódott, mint jelenség, akkor emlékszel, talán azt csináltam, hogy egy malév táskát fogtam, és azt írtam rá, akinek nincs kenyérre pénze, az dobja be. Csak írja rá a nevét, de bármilyen
papírra, uh-huh. és akkor azt lereagálom azonnal. Volt egy keretösszegünk, és abból a keretösszegből gazdálkodtunk. Vagy amikor csúnyán beszéltek egymással a földeken, akkor szereztem egy ekkora majmot, emlékszel rá? Igen. Egy ekkora majmot szereztem plüssből. Igen. És akkor mondtam, hogy ha valakivel bunkó vagy, akkor menj a majomhoz és beszéld meg vele. Vagy aki késett a munkából, azt nem rúgtam ki, soha nem rúgtam ki embert azért, mert késett. De hogy lehet ezt felszámolni, hogy ne rúgják ki senkit, meg hogy azért tartsák már azt a pici vonalat, hogy tisztelik, hogy idejönnek. Ez akkor Mici Mackót kellett olvasni. Mici Mackót kellett olvasni hangosan, mindenki előtt. Olvastam a Mici Mackót? Elkésted. Mindig ő késed. Hű, ez jó, nem? Na mi? Nagyon ki van mosva, nem? Igen, ez már mosott. Egyébként miket hord? Ingelt? Hát sok ingem van, rengeteg ingem van. Minél színesebb, azt látom. Azt szeretem, hogyha nagyon színes. Szeretem kifejezni a cigányságomat. Néha azt mondják, hogy papagáj vagyok. Ez mi ez? Na, ez drága, nem? Ez nem valódi bőr. Mit mondjak, mennyit ígérek? Egy 3000-et ígérek. Annyi, igen? Hát mennyit. Hú, ez tényleg jó. Tényleg lenne. Jó. Ugye? Mi lenne az utolsó ára ennek a Jackie-nek? Egyébként 10%-ot tudok engedni belőle, hogyha... Akkor ez mennyi pénz? Hát az 900 forint. Tehát 8000. Tehát 8000 forint. 7. Beszéljük rá tulajdon. Nem sok. Mondom, nem sok, a hét nem sok, hallják meg. Hát nyilvánvaló egy bölcsekér, nem? Ha most ezt vettem, kéri, akkor ezt, felhívom hát, vissza. Ezt én komolyan, jó, akkor kérdez. Mondjunk hatot. Hát, ne idegesítsen. Hát de magának most ha, tök mindegy, nem hogy mennyit mond. 8990 helyet el szeretné vinni 6 év. Köszönöm, szia! Odaadja 6000-ért. Na, köszönöm. Na, mi jöjjünk vissza jövő héten, vagy mi legyen? Miért? Hát annyira elmerült itt a ruhákban. Ja. Letolja hát a fejünket nagyjából, tényleg azt érzem. Levette az okniát, és azóta az okniát hurciban jön magával, nem is értem. Na, hát akkor most... Várjunk, mert én most nem össze vagyok kevered, mindenhova állítgatnak. Így jó, tessék. Hát én engem állítgattak ma mindenhova. Na, de ezt az oknit, ezt most nekünk mutogatja, vagy kinek? Nem, hurciban szeretem. Jön magával. Szeretem, és nem is büdös. Mindig ilyen kis bolondos? Hát általában igen. Általában is szagolgatja mindig a zokniját. Zoknimániás egyébként. Na de most ide jöttünk, hova jöttünk? Az egyetlen egy olyan lakáséttelemben, amit cigányok vezetnek, és cigánykaják vannak. Mit eszik? Lecsót, krumplis tésztát, paradicsomos krumplit. Nincs? Hát nem azt mondtátok, hogy krumplis tésztát? Paprikás krumplit. Paprikás? Lecsót ad nekem, kinyírom. Ez a házi kenyér? Igen, ez a punya. Belecsapunk megint a le... Jobb hiány a lecsóba, vagy ez nem lecsó? De. Ez a lecsó? Ő a lecsó, a húsos lecsó. A cigányok régen megkeverjük. Úgy készítették, hogy oldalassal. Tehát, hogy így... Az... Kinek mit sikerült lopni? Ő azt szeretné, hogyha a mi közösségünk rájönne a tudatosságra, arra, hogy a képességtételünk nőjön, hiszen nyilván az a baj, hogy azért ez is egy kicsit így benne maradt így a társadalomban, hogy ugye a cigányok azok, akik a probléma halmaz. És a társadalom ezt így kezeli, és a cigányok mostan elhiszik, sőt, ebbe élnek, hogy hát akkor mi cigányok vagyunk, akkor nekünk megjár anélkül minden, hogy nem kell érte tenni. Na ez így nem igaz. Mert azért lehet látni a példát, hogy azért teszünk érte. Uh-huh. És nyilván Laci ugyanezt képviseli, hogy megmutatja azt, hogy addig ne várj el mástól segítséget, ha önmagadért nem vagy képes minimális erőfeszítéseket tenni. De önöknél működik az, hogy a gyerekek... Nem maradnak ki általános iskolából, hanem mennek tovább középiskolába. Jók az átlagok, nem? Nagyon jók. Tehát honnan, hova jutottak? Hármas és kettes között voltunk, aha. És 4,5-re mentek fel a gyerekek.
Értem, de a szülőknek kell akkor elmagyarázni azt, hogy ne legyen életcél a közmunka, igen. És hogyha ez eljut hozzájuk, akkor a gyerekeket is valahogy jobban fogják ösztönözni otthon arra, hogy tanuljanak. Tehát nincsen más választása a szülőnek, az egyén felelősségét. Amikor azt mondtam, hogy nulla segélyt kell adni, akkor azt nem azért mondtam, hogy sajnálom tőlük, meg hogy nem akarok adni nekik, hanem azért, mert az önállóságukat csorbítom. Milyen érzés volt ebben a műsorban? Egyszerű volt, mert nem szabályoztam magam. Adtam, ami van, mutattam, ami létezik, és beszélek, amit tudtam. Ez volt ön? Ez vagyok én, Bogdan László. Magyarország, több ló nem indul. Szóval megnevetted itt a végén. Köszönöm szépen, László. Én köszönöm a lehetőséget.